Az országban utolsóként Baján lesz időközi választás a 2014-es országgyűlési választás előtt. A helyi kampány már megkezdődött, az LMP-s Ikotics István elsőként adta le a jelöltséghez szükséges kopogtató cédulát, az Összefogás Bajáért szervezet pedig sajtótájékoztatón mutatta be közös jelöltjét, Tekett Melindát, akit a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014, Párbeszéd Magyarországért és az MSZP támogat. A Fidesz Kovács Csabát indítja, míg a Jobbik szintén sajtótájékoztató mutatta be Markó Györgyöt. Az időközi önkormányzati választásra képviselő jelöltünk Markó György úr, őt szeretném bemutatni. Néhány szóval elmondaná, hogy miért, ki ő, tehát bemutatkozna. Én is köszöntök mindenkit. Nem fog sokat beszélni. Nem vagyok a sok beszédnek a híve. Úgy gondolom, hogy sok beszédnek sok az alja. Úgyhogy, amit ugye összefoglaltunk, azt el is olvasnám. Markó György vagyok, ha már nyugdíjas, de állattenyésztőként 20 évet dolgoztam a helyi mezőgazdasági kombinátban. Nős vagyok, feleségem a boldog nagyszülei vagyunk, három kislány, unokáknak és büszke szülei, két felnőtt fiunknak. Jelenleg is az adott választási körzetben Tanyavilágban lakom. Meggyőződésem szerint gyökeres változásra van szükség a baji városvezetésben. Reálisan látom a helyzetet, de hitem szerint erősíteni kell az ellenzék hangját a két harmaddal szemben. Szükség van több jobbikos képviselőre az önkormányzati testületben. Légből kapott ígérgetéseket nem teszek, de szolgálatnak tekintem a feladatot és megköszönöm a bizalmat, ha képviselőnek választanak. Magam is itt élő emberként ismerem a többség mindennapos problémáit. Baja nem csak a belvárosból áll, és nem csak a városba érkezőkre, látogatókra kellene összpontosítani, hanem nagyobb odafigyelést igényel a helyi lakosok, illetve a külső városrészek szükségleteinek kielégítése. És itt megemlíteném a Tanyavilágot is. A téli hóeltakarítások, amik nagyon nagy szükség volna, az mindig elmarad. A kátyós rossz utak, a közvilágítás. Tehát a tanyasi ember az másodrangú lakosnak van véleményem szerint tekintve. Baján az a gond, hogy csak a felszínne a külsődleges külsőségekkel foglalkozik a városvezetés. Lakosság mindennapi problémája háttérbe szorul. Például a munkai hiány, közbiztonság romlása, szennyvíz, csapadékvíz elvezetése, az utak minősége is még sorolhatnám. Például a helyi termelők támogatása. Jobbik álláspontja az, hogy a város tulajdonában megmaradt ingatlanokat, földterületeket nem szabad eladni, hanem csak bérbe adni, illetve például önkormányzati szövetkezeti formában termelni a város ellátására. Köszönöm szépen, meghallgattak. Bízom a Szebb Magyar jövőbe. Jaszenovics Istvánné jobbikos képviselő arról is beszélt, miért pont Markó úrra esett a választásuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a helyi problémákat legjobban a helyi, illetve abban a körzetben lakó emberek ismerik. Ki az, aki leghitelesebben tudja ezeknek az embereknek a problémáit közvetíteni az önkormányzat, illetve a városvezetés felé? Hát nyilván, aki ott lakik, aki ismeri ezeket a problémákat és az ott élő embereket. Amit elmondott a képviselő jelöltünk, azt hiszem, hogy a saját tapasztalatommal meg tudom erősíteni, hiszen azt látjuk, hogy a belvárosra koncentrál a városvezetés. Ez annyit jelent, ugye, hogy nagyon megszépült valóban a belvárosi rész, a városközpont, de ha visszagondolunk arra például, hogy a nemzeti, illetve egyéb ünnepeken látunk-e lobogókat például a külvárosokban, akár melyik területen, nem. Tehát sajnos úgy gondolom, hogy túl nagy hangsúlyt fektetnek, nem vetem el azt a tényt, hogy az idegenforgalom esetleg ki tudná segíteni a várost a bajból, de azért kétlem. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a bajai lakosokra, a különböző külvárosokra, városrészekre, mert ez a fajta koncentráció és centralizáció azt hiszem, hogy nem tesz jót senkinek. Az, hogy munkahelyhiány van, egyéb van, ez nyilván nem csak a városra vonatkozik, de én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor nem nagy összegekről lenne szó, és meg tudnák segíteni a város lakosságát, az itt élő embereket, és
nemigen látok erre igazi törekvést. Az ajánló szelvényeket augusztus 23-án 16 óráig lehet leadni a jelöltekre, a voksolásra pedig szeptember 22-én vasárnap kerül sor a 3-as számú választókerületben.